December 23. Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zugolódás nélkül. Péter első levele, 4. fejezet, 9. vers. Nem tekintjük a vendégszeretet gyakorlását kiváltságnak és áldásnak. Nem vagyunk eléggé szívélyesek, és túl kevés hajlandóságot mutatunk arra, hogy szégyenkezés vagy fitoktatás nélkül helyet szorítsunk még 2-3 embernek családi asztalunknál. Néhányan azt állítják, hogy ez túl sok veszőtséggel jár. Nem lenne így, ha ezt mondanák. Nem készültünk fel különösebben, de amink van, azt szívesen megosztjuk. A váratlan vendég sokkal többre értékeli a szíves vendéglátást, mint akár a legkörültekintőbb előkészületet. Akik magukba zárkoznak, akiket nem lehet rávenni arra, hogy látogatókat vendégeljenek meg, azok sok áldást veszítenek. Az Úr elismer és méltányol minden szeretetteljes cselekedetet, amit az ő nevében teszünk. A szegénységünknek nem kell kizárnia bennünket a vendégszeretet gyakorlásának áldásából. Adjuk azt, amink van. Testvéreim, hívjátok meg otthonaitokba azokat, akik szeretetteljes figyelemre szorulnak. Ne erőltessétek ezt, de amikor szükség van rá, akkor hívjátok meg őket, és tanúsítsatok igaz, keresztény vendégszeretetet. A társas érintkezésben értékes kiváltságok rejlenek. Nem csak kenyérrel él az ember. Máté evangélium a 4. fejezet, 4. vers. Amikor testi eledellel szolgálunk, szolgáljunk reménységgel, bátorítással és krisztusi szeretettel is. Válogatott bizonyságtételek, 2. kötet.